Szevasztok srácok, ez itt újra az Épp Istfel, és a mai epizódban elérkeztünk egy újabb, heti LEGO hírekhez, amelyben megpróbálom nektek összefoglalni, hogy mi is történt az elmúlt héten a LEGO házatáján, és bár már megkezdtem a felsorolást a 2024 január 1-i készleteknek, az előző hét végén azt hiszem 4 adás is készült arról, de a mai epizódban folytatom ezeket, hiszen újabb termékcsaládban is érkeznek majd készletek, úgyhogy ugorjunk is bele. Először is szerintem ugorjunk bele a klasszik termékcsaládba, amik majd ugyanúgy január 1-ével fognak megjelenni, sőt igazából amit itt most föl fogok sorolni nektek készletek, a 99%-a január 1-ével fog megjelenni, úgyhogy külön kisen fogom ezeket emelni. Először is itt van ez a kreatív házak készlet, 22.000 forintba fog kerülni, és 850 darabos lesz. Következő készletünk a kreatív járművek, ugyanúgy 22.000 forint, 900 darabos készletről van szó. Ha hiányolnátok a Space termékcsaládot, akkor ebben a klasszik termékcsaládban is érkezik egy ilyesmi kreatív bolygók 11.000 forintért, és ugyanazt a logót látjuk itt, mint a technikes készleteknél, a city készleteknél és a frances készleteknél, ennél a termékcsaládnál is ugyanúgy föltűnik ez a szürke kis háromszög Space felirattal, tehát nagy valószínűséggel majd ezeket is össze lehet kapcsolni azokkal a készletekkel. Következő készletünk pedig nem más, mint a kreatív háziállatok 14.000 forintért, ez egy 450 darabos készlet lesz. Aztán vannak itt virágok is, egyik a Creator témakörben, itt van egy cseresznye virágok készlet, 5690 forintba fog kerülni, ez a 438 darabos készlet, tehát gyakorlatilag hát egy cseresznye fának az ágait kapjuk, amire ezeket a jellegzetes rózsaszín virágokat kell majd összeépíteni, viszont ezen kívül van még egy másik virágos készlet, ami már az Iconsos termékcsaládban jelenik meg, ezáltal már érezhetitek, hogy ez egy sokkal nagyobb készlet lesz, ez egy 822 darabos rózsacsokor, 25.000 forintért fog majd megjelenni január 1-jével, és nézzétek meg a képet, ezek nem tök egyforma rózsák. Érdekesség ennek a készletnek, hogy nem csak egyforma rózsafejet tudunk majd összeépíteni, hanem így kapásból három férét is látok, látjátok itt a felső részén is gyönyörűen látszódik, sőt azért még ilyen kis fehér kiegészítő virágok is lesznek benne, igazából a dobozon is egészen jól látszik, sőt, ahogy néztem, itt van külön kép is arról, hogy milyen virágokat lehet majd összeépíteni belőle, és egyébként 12 szárrózsát tudunk ebből a készletből összeépíteni, úgyhogy hát ismét egy ilyen Valentin napi, anyák napi készletnek ez egy tökéletes választás lesz majd jövőre. A Disney termékcsalád is természetesen kapni fog egy frissítést 2024 január 1-ével. Először is itt van egy dupló készlet, mégpedig Elsa és Bruni az elvarázsolt erdőben nevezetű szett, 31 darabos lesz 12.800-ért. Aztán van itt egy Mecha versenyen, ez egy 14 darabos 7.500 forintos verdákos szett. Aztán van egy aranyhaj tornya és a csúcs kiskacsa nevezetű szett, 35.000 forintért 623 darabbal, van egy Disney Ariel mini kastély 16.000 forintért, és ez egy 557 darabos készlet, ismét van egy jégvarázsos, mégpedig ez a jégkastélya 78. verzióban 163 darabos lesz ez a készlet, és 18.500 forintba kerül, és itt van a Disney hercegnők piactéri kalandjai 43.000 forintért, ez már egy 817 darabos készlet, következő a Belle mesékkel teli lovas kocsija 62 darabos 6.500-ért, és végül de nem utolsó sorban itt van egy Elsa jeges finomságai, ugyanúgy 6.500 forintért, ez egy 82 darabos szett lesz. Na de a 2023-as év egyik nagy durranása a LEGO Dreams témakör volt, és ez a termékcsalád is kapni fog egy kis frissítést. Január 1-ével természetesen kapunk új készletet ehhez a témakörhöz. Először is itt van a Mr. Oz űrjárgánya 12.000 forintért, ez egy 350 darabos készlet, és hát egészen kreatív minifigurákat kapni fogunk itt, és még egy járművet is össze tudunk építeni, de természetesen, mivel ez egy Dreams készlet, sőt, itt is látjátok a Space készlet logót, ez a készlet is belekapcsolódik az összes többibe, amit már az eddig felsoroltam ezekkel a Space témakörrel, szóval mivel egy Dreams készletről van szó, természetesen ezt egy másik verzióban is össze tudjuk építeni, ezeknek a készleteknek az a jellegzetessége, hogy több formában is össze tudjuk építeni. Aztán a következő Zoe és Zion a macska bagoly készlet, 437 darabos, 20.000 forintba fog kerülni, és a természetesen ez is, mint az előző készlet, ez is többféle verzióban építhető össze. Van egy alap macska verzió, és van egy ilyen nagyobb bagoly, és egy ilyen, hát gondolom ez is egy másik bagoly verzió. Lényeg a lényeg, hogy ezt is egy ilyen háromféle verzióban lehet összeépíteni, tehát 3-1-ben készletről van szó. Következő készletünk az Izzy Narvál hőlékballonja, milyen kreatív név egy ilyen készletnek, 5.700 forintba fog kerülni, ez egy 156 darabos készlet, és hát egy ilyen
narvál hőlégballon, amiben van néhány mini figura. Természetesen nem csak ebben a verzióban tudjuk összeépíteni, hanem egy ilyen fogadszerűen is összeépíthető, de meg tudjuk tartani ezt a random bálnaszerű izé verziót is. Van itt a homokember tornya készlet 38.000 forintért, 723 darabos, és nézzük meg, hogy milyen minifigurák vannak itt, hiszen azok azért egészen jól sikerültek. Általában ebben a termékcsaládban eléggé kreatív minifigurák szoktak lenni, és hát ebben az esetben is látjátok, hogy egészen jó kis felhozatal van. Vannak itt új figurák is, és természetesen régebbi figurák is visszaköszönnek, és ez is ugyanúgy háromféle verzióban, vagyis igazából van egy alapverzió, amit aztán kétféle verzióra lehet kihozni, és végül, de nem utolsó sorban, itt van Mateo terepjáró autója, 3990-ért 94 darabos ez a készlet, és attól függetlenül, hogy ez is egy nagyon pici készlet, azért látjátok, hogy ezt is azért még egészen sok verzióban össze lehet építeni, és már ahogy a bejelentőjén is mondtam ennek a termékcsaládnak, tényleg látszódik rajta, hogy a LEGO kreatívok itt eléggé elszálltak, eléggé eszement dolgok vannak itt. 2024-ben természetesen a Minecraftos termékcsalád is kapni fog egy kis frissítést, először is itt van a zabáló leszámolása nevezetű készlet, 19.000 forintba fog kerülni, és egyébként 420 darabos lesz ez a set. Van egy tengerparti teknős ház 10.000 forintért, ez egy 234 darabos készlet, van itt egy Steve sivatagi expedíciója 75 dollárba, vagy 75 darabos lesz ez a készlet, és 4.000 forintba kerül. Aztán itt van ez a békaház 23.000 forintért, ez már egy 400 darabos készlet, és végül itt van a csapda az alvilág kapunál 15.000 forintért, de azt hiszem erről már volt szó régebbi epizódokban is, de most már a LEGO hivatalos oldalára is felkerült. Meglepetésemre a Sonicos termékcsalád is kapni fog egy frissítést, mégpedig egy darab készlettel. Na most abban 100%-ig nem vagyok biztos, hogy csak ezt az egy készletet fogják kiadni, pláne azért, mert már hetekkel ezelőtt a LEGO bejelentett még egyet, szóval összesen már kettő fog január 1-ével megjelenni hivatalosan, eddig a pillanatig, amikor ezt az adást fölveszem, de nem vagyok benne biztos, hogy csak ennyit fognak bemutatni, lehet, hogy ennél több is fog érkezni. Jelen pillanatban be tudom nektek mutatni ezt a Knuckles őrző páncélja nevezetű szettet. Ha szeretitek a mekákat, akkor ismét kapni fogunk, csak most Sonicos témakörben 15.000 forintért fog a polcokra kerülni, egyébként ez egy 276 darabos készlet, és még vannak itt ilyen egyéb szettek is, amit igazából hát a Creator témakörbe lehetne sorolni, de nem három az egybenes készletek, hanem csak egy ilyen egyszerű készletek. Először is itt van ez a Süni Piknik, 5.000 forintért, 166 darabért lehet összeépíteni, hogy 166 darabos lesz, kettő süni, egy kis gombaház, és igazából a piknik asztaljuk meg van terítve. Aztán a következő hasonló, ez a tavaszi állatjátszótér, 172 darabos, kétféle állatot lehet összeépíteni, és egy fát, és még egy libikóka is van itt a háttérben, és van egy japán képes lapunk 6.000 forintért, 262 darabos lesz, és hát igazából Japánnak a főbb látványosságai rá vannak építve, LEGO-val, itt a Fuji hegy a háttérben, a cseresznyevirágzás, itt vannak néhány tori kapu is, és hát igen, itt van az a vár, amit már nagyobb verzióban is össze tudtuk építeni. Ebben a pillanatban, amikor ezt az adást nézitek, már akár játszhattok is az új LEGO Fortnite videójátékkal, ami egy kis kiegészítő lesz a nagy Fortnite videójátékon belül, és ez nem csak skinekről szól, én először, amikor láttam róla a képeket, azt hittem, hogy majd csak ilyen LEGO skineket fogunk kapni a videójátékhoz, de nem, ez egy teljesen új játékmód, amit a Fortnite-on belül lehet elérni, több mint 1000-1000 valahány száz skin fog belekerülni a játékba, legós verziójú skineket lehet beszerezni, és ezeknek az érdekessége az, hogy ezek a skinek pontosan ugyanazok a skinek, mint eredetileg a Fortnite-ban is benne voltak, úgyhogy ha megvannak ezeknek a skineknek az eredeti verziói nektek, akkor ingyen meg fogjátok kapni a legós változatát is. Úgyhogy ez a nagy bejelentés, amit most az Epic kiadott a LEGO-val karöltve, van egy egyedi játékmód a Fortnite-on belül, most már ezzel a legós verzióval is lehet játszani, és sajnos ebben a pillanatban még semmilyen hivatalos információ nincs a készletekkel kapcsolatban. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy kapni fogunk majd készleteket, de egyelőre a LEGO ezt még nem leplezte le. Eddig a pillanatig, amikor ezt az adást fölveszem, összesen 3 ötlet ért el a 10.000 szavazatot a LEGO Ideas oldalán. Először is itt van egy PEZ által feltöltött klasszik traktor készlete, amelyben az az érdekesség, hogy ez egy technik készlet, és technik készletekhez képest egészen részletesen van kidolgozva, több mint 1500 darabos készletről van szó, majdnem 40 cm-es traktort és vontatványát tudnánk összeépíteni. Na de a következő. Lian Ha által, vagy Ian Ha által feltöltött Forest Base ötlete. A klasszik Forest meneket egy kicsit felupgrade-elni, egy gigászi nagy
hát ilyen moduláris szerű készletet tudnánk összeépíteni, csak Forestman témakörben. Hát ez számomra a must have készlet lenne, hogyha ez hivatalosan megjelenne. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ennek a LEGO hát fog szavazni bármilyen kreditet is, hiszen azért már jelentek meg ilyen IDS osztetek, ami a középkor témakörével foglalkozott, de én nagyon örülnék neki, hogyha ezt megvásárolható készletként a polcokra tennék, és van még egy ötletünk, a Moktornál által feltöltött The Vintage Service Station, ami egy hát kis műhely, ahova a régi autókat lehet hozni, egy ilyen 1960-as években. Szerintem ez egy ilyen 1960-as évekbeli kis szerelőműhelyt mutat be. Látható, hogy itt még éppen vontatják be is az autókat, de mellette még egy benzinkút is üzemel, úgyhogy ez jól látszódik, sőt még egy autómosó is, ahogy látom. Bele van pakolva, egészen kreatívra sikerült ez az ötlet is, de hát az én kedvencem egyértelműen a Forestman-es verzió. Ha ránézünk a LEGO hivatalos oldalára, akkor láthatjátok, hogy elindult a karácsonyi GVP akció, amit már az előző héten is beharangoztam nektek, de most már hivatalos infók is vannak. Hogyha 1-től 14-ig 55 ezer forint felett vásároltok, vagy ameddig a készlet tart, akkor ezt a kis téli kocsikázást fogják odaadni ajándékba. Viszont emellett van még egy másik ajándék is, hogyha 26.500 forint felett vásároltok ugyanebben az időszakban, akkor ezeket a karácsonyi függőket is odaadják. Na már most, hogyha 55 ezer forint felett vásároltok, akkor ezáltal mindjárt két ajándékot is be tudtok zsebelni, de ez még mind semmi. 8-ától 12-ig dupla VIP pontok is vannak, úgyhogy ha szeretnétek gyarapítani a pontjaitokat, akkor ebben az időszakban az ajándékok mellé még dupla VIP pontok is járnak, és itt Insiders pontok, ugye most már Insidersnek hívjuk ezt a kis programot, úgyhogy én is leteszem a leírásba, vagy a legelső kommentbe az én affiliate linkemet, hogyha szeretnétek támogatni a csatornát, akkor azon keresztül vásároljátok meg a szetteket, akkor tudtok vele támogatni, nektek semmibe se kerül többe, nekem viszont rengeteget tudtok vele segíteni. De természetesen nem mehetünk el a LEGO Store Budapest mellett sem, náluk is ugyanúgy elérhetőek ezek az ajándékok, 26 ezer forint felett vásároltok, akkor meg tudjátok kapni ezt a függők ajándékot, vagy hogyha 55 ezer forint felett vásároltok, akkor a téli hintót fogják oda adni, szóval, hogyha fizikai LEGO Store-okba akartok ellátogatni, akkor most a LEGO Store Budapestnél ezeket az ajándékokat ugyanúgy be tudjátok zsebelni. Nos, srácok, hát ennyi lett volna már a heti LEGO hírek, remélem tetszett ez a kis összegzés, és remélem tetszett az is, hogy az előző hét végén egyből 4 videó is kiment a vadonatúj készletekkel kapcsolatban, hogyha esetleg azokat még nem néztétek meg, akkor mindenféleképpen keressetek vissza a csatornára, sőt, hogyha már ott vagytok a régebbi videóknál, akkor mindenféleképpen nézzétek meg a hét elejé videókat is, hiszen hétfőn érkezett egy giganagy Assembly Square bemutató, egy hatalmas, nagy, az akkori idők legnagyobb moduláris épületét építettem össze, fönt a sarokban ennek a linkjét is megtaláljátok, aztán kedden érkezett a szokásos LEGO Masters kibeszélés, ahol továbbra is folytatódott a hisztizés. Ahogy a komment szekciót is olvasgattam annál a videónál, hát rengetegen vártok már arra, hogy mikor fogják kiejteni a két hisztiző csapatot, hát egy kicsit én is így állok már hozzá, bár Eszter és Balázs csapata még mindig egészen jókat épít, de az a dráma, amit hozzá csapnak, az számomra is már egy kicsit túlzás. Lényeg a lényeg, hogy azt a videót még nem láttátok, akkor azt is meg tudjátok nézni. Aztán szerdán érkezett egy top 10-es karácsonyi adás. Összeszedtem 10 olyan készletet, amit én tudnék nektek ajánlani árkategóriákon belül, tehát direkt külön szedtem különböző árkategóriákba, hogy a LEGO oldalán is fönt van, úgyhogy 0-tól 5000 forintig, 5000-től 10-ig, 10-től 20-ig, 20-től 50-ig és 50.000 forint felett vásárlás opciók vannak fönt a LEGO oldalán, és ezeket direkt én is külön szedtem a videóba, árkategóriánként meg tudjátok nézni, hogy én milyen LEGO szetteket ajánlok, úgyhogy ha még nem néztétek meg, akkor ezt is tegyétek meg, és hát tényleg iratkozzatok fel a csatornára, decemberben szinte minden nap fog kimenni videó, a héten is még legalább 2-3 minimum fogunk találkozni, le ne maradjatok a videókról, ha tetszett ez az adás, lájkoljátok, mi pedig találkozunk szerintem a holnapi adásban. Szevasztok! Yeah!